Jó reggelt kívánunk, első vendégünk Jémesi György és Ámbor András. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönjük! Kezdjük az aktualitással, azért mégis a Fudán elleni tüntetés, az egy komoly, bár Jémesi Györgyi kezdeményezés és célt ért, bár minden ilyen gyorsan valósulna meg nem, tehát a Fudán Egyetem ellen tüntettek, már is bejelentette a kormány, hogy ez most nem is aktuális, majd csak két év múlva kerül, az másfél év múlva kerül majd, és támogatják a népszavazás felvetésének lehetőségét, illetve hát közgyűlni is lehet most már álomszerűen a hétvége, nem? Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Én nagyon ritkán, sok tüntetést szerveztem már, például a netadós tüntetéseket, akkor tényleg volt következménye. Most kevéssé gondolom azt, hogy ez az ilyen meghátrálásnak tűnő dolog, ez végleges meghátrálás lesz. Tehát az, hogy hogy a választások utára tolták el szavakban ennek a döntésnek az idejét, azért attól függetlenül most a parlament előtt ott van az a törvény, ami miatt kimentünk tüntetni, ami meghatározza azt a helyszínt, ahol a Fudan Egyetem megépülne, és ez egyébként a Diákváros helyszínét lényegében megsemmisíti, és azt a 12.000 kollégiumi férőhelyet és 5.800 bérlakásnak a tervét is megsemmisíti, amiről a Diákváros szólna. Tehát szerintem még nem győztünk, és igazából akkor fogunk győzni, hogyha kormányváltás lesz ennek a vége, mert egy kormányváltással lehet a Diákvárost fölépíteni és megakadályozni azt, hogy a Fudan Egyetem abban a formában érkezzen Magyarországra, ami ez az eladósító, a magyar diákoknak nem használó forma. Mielőtt tovább mennénk a következő témára, maradjunk még egy pillanatra, mikor lenne elégedett? Azt mondta, hogy ez még nem győzelem, itt még nem tartunk. Mikor éreznék azt, hogy sikerült az önök akaratát véghez vinni, teljes mértékben hátra lehet dőlni Fudan Egyetem ügyében? Hát akkor, hogyha azon a területen, ahol a Diákvárost építették volna föl, a Diákváros épülne föl, fölépülne az a 12.000 kollégiumi férőhely, 5.800 bérlakás, ami a tervpályázat. A tervből kikerülne a Fudan Egyetem? Hát én egyébként azt gondolom, hogy azzal nincs gond, hogy a Fudan Egyetem egy kampusza Magyarországra jön. Azzal van gond, hogyha úgy jön Magyarországra, hogy ez 450 milliárdos állami hitelből épül föl, hogy csak kínai cégek építhetik, hogy esetleg csak erre mondták azt, hogy még ez nincs eldöntve, tervek sincsenek, illetve még arról sincs döntés. Ugye ez most ez a retorika a másik oldalról. Hát ez egy retorika, tehát a Direkt 36 cikke, amiből informálódtunk erről, az kormánydöntésekre hivatkozott, létező kormánydöntésekre, illetve létező megállapodásokra a kínai kormánnyal. Létezik az, hogy újságírónak kell ilyesmit kideríteni, és igaz, nem igaz, valószínűleg igaz, és hogy kormánydöntések, ilyen súlyú kormánydöntések nem nyilvánosak, vagy nem kerültek hivatalosan, nem visszakereshetőek? Ez nem az első ilyen döntés, hogy nem tudunk róla, és semmiféle egyeztetés nincs, csak egyszer egyik pillanatra a másikra bejelentik. Nekem erről egyébként az a véleményem, hogy a Fidesz mindent mér. Pontosan látja azt, hogy elutasítottsága ennek a dolognak elképesztő, a Fideszes szavazók körében is valahogy ki kell farolni belőle, lásd Olimpia egyébként, annak idején olimpiai népszavazás, és most ezt próbálja, ennek az eszközeit próbálja megtalálni a kommunikációs felületeken, hogy minél kevesebb sérüléssel tudjon ebből kijönni a Fidesz rész. Erről szól a történet, hiszen a választásoknak kell alárendelni mindent. Hogy ez az egész elképesztő dolog, hogy saját pénzünkből hozunk ide egy ilyen egyetemet, tehát nem arról van szó, hogy a tudást hozzuk ide, hanem egy gazdasági vállalkozást csinálunk itt, ezt nem is minősítem, mert számomra ez elképesztő. Tehát ez még több, mint az alapítványokba való kiszervezés, mert az legalább a saját magunk területén történik. Reméljük, hogy ez a tiltakozási hullám, az emberek elégedetlensége ezzel a kérdéssel kapcsolatban elég lesz ahhoz, hogy a Fidesz ebből kihátráljon, és bízunk abban, hogy kormányváltás lesz, így nem lesz alkalma újra előhozni ezt a kérdést. Ha már említette a tiltakozási hullámot, meglepődtek szombaton a Kossuth téren, illetve előtte, amikor még gyülekeztek és egyesével engedték be a résztvevőket, hogy mennyien érkeztek meg, és mennyien voltak ott? Nem, nagyjából erre számítottunk, tehát azért is nem lett olyan nagy torlódás, tehát hogy nem. Ha mondjuk arra számítottunk volna, hogy 2000 ember jön, akkor... Körülbelül 10.000, vagy mi lehet én azt gondolom, hogy 10 és 15.000 között volt nagyjából a résztvevők száma. Rendelkeztünk elég emberrel ahhoz, hogy ezt a tömeget biztosítani tudjuk, úgyhogy... Említette a netadós tüntetést, nagyon sokan párhuzamot vannak a kettő között, hogy ott is nagy mennyiségű ember ment az utcára, de elemzők utólag azt mondták, hogy nem feltétlenül a résztvevők száma volt a meghatározó, hanem sokkal inkább az a mérés, amire Gémesi György is utalt, hogy igazából méri a kormányzat azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. És a Fudan Egyetében esetében nem volt ennyire egyértelmű, hogy csak az ellenzék lett volna távolságtartó az egyetem kérdésében.
Én is azt gondolom, tehát egyrészt, hogy tüntetés az nem arra való, hogy, tehát hogy nem fogjuk egy tüntetésen megdönteni a kormányt. A tüntetés arra való, hogy felhangosítsunk bizonyos véleményeket, hogy tematizáljuk a közvéleményt, hogy egy-egy ügyre ráerősítsünk. Azt hiszem most sikerült ráerősítenünk erre az ügyre. És igen, én is egyetértek Gémesi úrral, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy a Fidesz szavazók nagy része is nem nagyon támogatja azt, hogy így valósuljon meg ez a beruházás. Hát, mint ahogy gondolom, a Fidesz vezetési önkormányzatok számára is nagy tehertétel volt az, hogy most már jó ideje nem lehetett közgyűléseket, vagy bármilyen, nem is tudom pontosan, milyen létszámhatára volt ez meghatározva, mit nem lehetett, hányan nem gyűlhettek össze. Hát ugye ez összefüggésben van a veszélyhelyzet kérdéseivel, most ezt fogják megváltoztatni, még nem láttam a jogszabályt, be van jelentve, hogy 15-től lehet képviselőtestet üléseket tartani, ez a normális, tehát ebben nincsen semmi ellentét közöttünk és a kormány között, most visszaadta ezt a mozgásteret, ez azért jó, mert egy bizonyosági kontroll gyakorol a képviselőtestület, illetve több szem többet lát. Azért állítom meg egy pillanatra, mert van egy összefoglalónk ezzel kapcsolatban, hogy melyek azok az önkormányzatok, ahol már most úgy tűnik, hogy ez későbbiekben a nyár folyamán érdekes ügyeket hozhatnak elő. Tipikusan nyilván azok az önkormányzatok, ahol fideszes a polgármester, és a közgyűlésnek pedig más az összetétele. Nézzük meg most erről egy bejátszást, hogy mi fog változni június 15-e után. Tavaly november óta nem tartottak közgyűléseket a településeken, ahol a veszélyhelyzet miatt a polgármesterek egy szemében kapták meg a testületi jogköröket. Azokon a településeken, ahol a polgármester és a testület politikailag nem egy oldalon állott, érdekes időszak következik majd. Komlom már nagyon várta az ellenzéki többség, hogy ismét ők dönthessenek a várost érintő ügyekben. A Hajdú-Bihar megyei polgár első embere azt mondta, hogy szerinte ez az időszak egy teszt volt. Vannak olyan polgármester kollégák, sokat látott bölcs polgármesterek, akik alig leplezettem azt mondták, hogy ez arra az időszakra való felkészülés, amikor már nem kellenek az önkormányzatok, a településekén választott testületek, hanem kormány megbízottak, vagy párt kinevezettek fogják az önkormányzatokat irányítani. A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok lazítását követően június 15-e után ülésezhetnek ismét az önkormányzatok. Gémesi György is érzi ennek valós veszélyét? Hogy van arra esély, hogy egy fideszes győzelem esetében a megfelelő politikai hatalom erejével megváltoztatják az önkormányzati törvényt, és végleg leírják az önkormányzatokat, ilyen előjárósággal alakítják át, tehát a megválasztott polgármester majd átvághat egy szallagot, esetleg elmondhatja kontroll nélkül a március 15-i beszédet, és igazán hatásköre nem lesz. Ebbe az irányba haladunk. Azok a forrás megvonások, azok a gazdasági beszűkítések, amik most történnek, azok egyértelműen ebbe az irányba hatnak. 2012-től megy ez a folyamat, kikerült az alkotmányból a települések önkormányzáshoz való joga, és utána szép lassan építik le a településeket. Csak ugye azzal azért számolnia kell a kormánynak is, hogy vannak fideszes polgármesterek is, akik ezzel nem értenek egyet, lásd bérlakás program, még nem látjuk a végét, de úgy tűnik, mintha a teljes kör tiltakozása fideszes, nem fideszes, tehát politikailag függetlenül a polgármesterek tiltakozása visszatolja ezt a döntést is, hiszen szintén szerintem a közvélemény kutatások azt mutatják, és a belső egyensúly megbomlása, hogy ez nem jó irány és nem jó döntés. Hogy mi lesz 22 után, nyilván a választásoktól függ. Én nagyon nem szeretném azt az önkati rendszert látni, amikor visszatérünk ahhoz a középkádári kommunista rendszerhez, amikor a pártközpontban dőlnek el a dolgok, és ott mondják meg, hogy ki mennyit kaphat, milyen fejlesztéseket végezhetnek el. Innen számos példát tudnék akár Gödöllőn is mondani, Cservenkáné akkori áldásos tevékenységének következtében, akit nem bántok, hiszen nyilván az akkori rendszernek volt a kiszolgálója, de újra kezd ez a rendszer fölépülni, meg lesznek a kiszolgálók, a párttitkárok, és akiknek a döntése alapján lehet egy közösség életét szabályozni. És ami a lényeg, hogy az állampolgárok is értsék, az ő beleszólási lehetőségeiket korlátozzák. Mert ha ő választ egy testületet, választ egy polgármestert, akkor azt azért teszi, hogy az ő érdekeit valamilyen formában a település életében képviseljék. Ha ez más irányból kap utasítást, ha a pártközpontból kap utasítást, akkor az állampolgárok jogait korlátozzák. Ez a dolognak a lényege. Ezek a, most már három példát is említettünk arra, ezek az úgynevezett rendezett visszavonulás jelei egyébként, vagy egyszerűen csak a választásokra való készülődés jegyében rugalmasabb most már a kormánypárt, hogy bizonyos dolgokban
ha némi késéssel is, de elfogadják a különböző javaslatokat, vagy visszavonulót fújnak. Hogy látják ezt a következő évre, mit prognoszizálható? Abszolút, szerintem erről van szó, tehát hogy a nagyon-nagyon szoros lesz a 22-es választás, tehát hogy 50-50, hogy mi lesz a vége. És nem csak, tehát hogy a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása, sorolni lehetne most már az ügyeket, amikben visszakozik a kormány azért, mert éppen úgy mérik, hogy ez szavazatvesztést okozna. De egyébként szerintem nem szabad ennek bedőlni olyan szinten, például ugye a Diákváros ügyében, de akár az önkormányzatok helyzetének ügyében se hosszú távon, hogyha nyernek 22-ben, ezeket vissza fogják hozni, és ugyanúgy meg fogják csinálni. Számos olyan eset van az elmúlt időszakból, ahol világosan látszik az, hogy az előzetes ígéretekkel lenni más történik. Lásd, főváros választások éjszakája október 13-a 2019-ben, akkor világosan elmondta a miniszterelnök, hogy együtt fognak működni. Na most az elmúlt év, másfél közel két évnek a történéseit nézzük, akkor világosan látszik az is, hogy ez abszolút nem lehet betartva. Tehát azt gondolom, hogy ez a tétje a 2022-es választásoknak, hogy mi marad meg a szabadságból, amit 1990-ben a rendszerváltozás kapcsán ugye megszerzett Magyarország, megcsinált magának Magyarország azzal, hogy egy új rendszert épített fel. Vagy visszamegyünk a kádári korszakba, vagy nem megyünk vissza. Ez a tét, én mondom jobboldali politikusként, mert én azt gondolom, hogy a kormány már teljes mértékben elhagyta ezt a politikát, bár kiment a szélső jobbra, ez kétségen kívüli, de azt gondolom, hogy messze nincs már annak az értékrendnek meg a gyakorlása, amivel ő a hatalmat megszerezte. Jánbor András, mit gondol arról, amit a Gémesi György az elmúlt is említett, hogy az önkormányzatiság kérdése az rendkívül húsba vágó kérdés lesz, mert képviselőjelöltként ön is találkozik az emberekkel. Van még bennük vágy arra, hogy részt vegyenek a politikában? Mit tapasztal? Abszolút. Tehát, hogy mondjuk ugye legutóbb a szombat délután találkoztam választópolgárokkal, egyébként ugye Kecskemétről jöttek emberek, Veszprémből, vidéki városokból. Nem csak budapestiek voltak, ilyen azt tapasztalták ezek szerint? Abszolút, abszolút nem. Hát egyébként a Diákváros ugye elsőre úgy tűnik, mintha csak Budapestet érintené, de hát ez egy országos kérdés. Lehetséges, azt mondta, ez a vidéki Magyarország kérdése, hiszen azok a diákok lakhatnak majd Budapesten elsősorban ezekben a lakásokban. Hát az összeg nagyságrendje olyan, ami már az országos költségvetést érinti, tehát ez... De a kampányomat nézve is azért, tehát hogy két hónap alatt körülbelül 200 aktivista csatlakozott a kampányhoz. Én azt látom, amikor kint vagyok az utcán, hogy abszolút érdeklődnek az állampolgárok, és nagyon-nagyon szeretnék már, hogyha vége lenne ennek a 12 éves rémálomnak. Egy gyors kérdés, bocsánat, csak hogy ugye a visszalép a párbeszédes Tordai Bence javára Berg Dániel, a Momentum jelöltje a második kerületben, tudom, hogy nem saját kerületről beszélünk, de várhatóak ilyen visszalépések? Mit látnak most, hogy ezek a párpolitikai döntések, ezek meghatározzák-e a nap végén a képviselőjelölteknek a mozgását? Hát alapvetően az van, ugye, hogy egy pártnak adott erőforrása van, tehát nincs minden ellenzéki pártnak annyi erőforrása, hogy 106 körzetben elinduljon. Szerintem nem ezek fogják eldönteni ezeket a csatározásokat, azok fognak visszalépni, vagy azokat léptetik vissza, akik kicsit gyengébben állnak az adott körzetben, de hát ebben a körzetben is azért egy Kálmán Olga Tordai Bence mérkőzés fogja eldönteni, hogy ki legyen az ellenzék képviselőjelöltje, azért itt bőven tudnak a választópolgárok szavazni. Már csak ez kapcsolatban a számból vetted ki a szó, de a személyes részét akartam kérdezni, hogy Jánbor András körzetére, ugye, mert Józsefváros, Ferencvárosban indul. Igen. Tervek szerint milyen hatással lehet például a Fudan Egyetem elleni tüntetés sikere, mert a személyes részvétele elég jelentős volt. Hát én remélem, hogy megismerték többen a nevemet a választópolgárok közül, de alapvetően azt gondolom, hogy itt még nagyon-nagyon sokat kell nekem dolgoznom azért, hogy elnyerjem a választópolgárok bizalmát. Ez egy nagyon nehéz munka, amiben végig fogjuk látogatni az összes háztartást, végig fogjuk kopogtatni, kint leszünk az utcán, még sokat kell dolgozni. Azért bólogatok itt nagy erővel, mert hogy szeretném még továbbvinni az előző kérdéskört egy pillanatra a Gémesi úrral, hiszen befejeztük ott, hogy olyan közgyűlés lesz, és újra üléseznek az önkormányzatok. De a múlt hét csütörtökön Gulyás Gergely miniszterelnök vezető a kormányinfón azt mondta a hvg.hu kérdésekre, mely hogy a önkormányzatokat érinti májusi támogatási összegeken túl is számítanak majd, vagy számíthatnak bevételeik állami pótlására. Ez egy ígéretnek tűnt, hogy akkor tovább folytatódik a kompenzáció.
Önök is megnyugodtak ennek hát kapcsán? Jobb szerettem volna, hogyha rendesen kompenzálnak bennünket, elvettek egy hatalmas pénzt az önkormányzatoktól, ennek egy részét adták csak vissza, egy részét automatikusan, egy részét pedig nem. Mi magunk sem kaptunk semmit, csak ígéreteket. Még az sem, lesz a lehetőséget sem, hogy talán valamilyen uniós pályázat során, ha jó a pályázatunk, akkor kapunk egy kormányzati hátszeret. Ez gyakorlatilag egy finomabban hangolt osztogatási folyamat. Most legutóbb is volt egy ilyen 23 milliárd forint a pénzmaradványból, tehát az áthozott maradék pénzből. Ezt gyakorlatilag én csoki pénzeknek szoktam nevezni, bár kétségen kívüli utóbbi időben fideszes önkormányzatok helyett, vagy mellett kapnak ellenzéki önkormányzatok is ezekből a forrásokból, de ott is ügyesen van ez kiválogatva, és lehet ennek eredményeképpen mondani, hogy bárki kaphat ezekből a forrásokból, furcsa módon vannak, akik soha nem kapnak. Meg kell nyilván oldani a helyzetünket, de sajnos az a helyzet, hogy ez a típusú csoki pénzosztogatás, ez finomabban hangolva megtörténik, ahelyett, hogy amit elvettek, vagy amit máshova irányítottak iparűzési adó formájában, azt visszaadták volna. Illetve hát egyéni, továbbra is egyéni tárgyalások, egyenként az önkormányzati vezetők. Ez a úgynevezett hozd meg és uralkodj, hogy neked adok, neked nem, te ellenzékiként kapsz, majd megfölhangosítjuk a többi, majd esetleg egy sanda tekintetekkel néz rá, hogy te miért kaptál, mit kellett ezért tenni, mi ennek az ára. Én minden pénznek örülök, ami az önkormányzatokhoz ment, mert ki van véreztetve a rendszer, még a fideszesek esetében is egy-két kivétellel, ahol komoly bevételek vannak, tehát minden pénznek örülök, félretés ne essék. Ha a fideszes kap annak is, csak azzal a módszerrel nem tudok egyetérteni most már nagyon régóta, amit mindig hangoztatok, hogy ez a kiválogatom, neki adok, neki nem adok, ez nagyon rosszat tesz az egész rendszernek, a működőképességét is egyébként befolyásolja, és az egésznek a mentalitását. Ugye mindig valahogy túlélt. Évek, most már több mint egy éve erről beszélgetünk, hogy csődbe fognak menni az önkormányzatok, nem lesz valamilyen ellátás, és valahogy túlélt. Nem lehet, hogy pont erre játszanak? Hogy ez... Nem fognak csődbe menni, mert utolsó pillanatban bedobja a mentővet a kormányzat. Csak kérdés, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül a polgármester, a testület. Tehát ezek azok az eszközök, amivel egyébként korábban a Kádár rendszerben is találkoztunk, hogy te kapsz, te meg nem kapsz, mert te közel vagy a tűzhöz, te meg nem vagy közel a tűzhöz, te neked az érdekérvényesítőd jobb, te beléptél a pár, te pártag vagy, te fogsz kapni. Tehát ez az, amit 1990-ben leszavaztunk a Fidesszel együtt. Számomra ez az egészben a megdöbbentő, hogy visszatérünk ezekhez a módszerekhez, és ez olyan természetes mindenki számára. Maradj csöndbe, Gémesi György, és akkor majd kapsz. Miért kell nekem csöndbe maradni? Én választott ember vagyok. Én egy választott ember vagyok, és azért választottak meg, mert úgy gondolkodom, úgy viselkedem, ahogy az az én álltam, az a szavazóknak tetszik. Akkor ezt miért nem fogadja el a kormány, hogy nekik ez tetszik, vagy adott esetben egy másik településnél? Hát érdekes kérdések maradnak a levegőben, de sok érdekes kérdést meg is beszéltünk. Szerintem örülünk, hogy eljöttek és segítettek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk ma reggel.